gyakorlatunk során a kőzetlemezek mozgását és a kőzetlemezek mozgásának hatásait fogjuk megfigyelni. Először ezért nézzük meg fölöttünk belső szerkezetét, mégpedig az ábra segítségével. Ugye tudjuk, hogy földünk külső rétege a kéreg, amely eltérő vastagságú az óceánok és a szárazföldek alatt. Alatta helyezkedik el a földköteny, illetve a föld magja, amely belső és külső magra tagolható. Azt azért elképzelhetjük, hogy földünket borító külső burok, a kőzetburok nem egy egységes burok, hanem kőzetlemezekre tagolódik. A kőzetlemezek közeledhetnek, távolodhatnak, illetve elcsúszhatnak egymás mellett. Földünk kőzetburka, a litoszféra a felső köpeny szilárd részéből, illetve a kéregből adódik. Alatta lévő asztenoszféra, a lágy köpeny segíti a különböző kőzetlemezeknek a mozgását. Kőzetlemezeink méretüknek és köszönhetően csoportosíthatóak, 7 nagy kőzetlemezt különböztetnek meg. Észak-amerikai, dél-amerikai lemez, afrikai, eurázsiai lemez, indo-ausztráliai lemez, a pacifikus lemez és az antarktiszi lemez. Ezen kívül természetesen kisebb kőzetlemezeket is ismerünk, erre jó példa a Nazca lemez, de a karibi, illetve a kókusz lemez is. A kőzetlemezek mozgása, mint ahogy említettem, az asztenoszféra rétegen történik. Kőzetlemez elmozdulásokat szeretném én most szemléltetni nagyon egyszerű módon a tárcán látható eszközök segítségével. Képzeletelőre szükség van akkor, amikor azt gondoljuk el, illetve elképzeljük, hogy az itt látható chips, kenyerek, ezek a szezámmagos finomságok fogják jelképezni a szárazföldi kőzetlemezet, lemezeket, illetve ezek a kék színű műanyag lapok pedig az óceáni kőzetlemez. Természetesen a kőzetlemezek ismeretekor tudjuk, hogy egy-egy kőzetlemez, amit mi szárazföldi kőzetlemeznek hívjuk, nem csak kontinenseket, hanem óceánokat, tengereket is hord a hátán. Mint ahogy említettük, a kőzet urok, a litoszféra az a földkéreg legfelső része, illetve az alatta lévő szilárdköpeny. Ez a liszt és víz keverék számunkra most az izzó, forró asztenoszférát fogja helyettesíteni. A tálcára kihelyezett alufóliára vegyszeres kanál segítségével ebből az izzó képlékeny anyagból, ami természetesen most csak jelképesen forró, egy tenyérnyit, kb. 1 cm vastagságban rétegzünk. Ezen fog majd a kőzetlemez elmozdulni. Ugye a magma áramlása, az asztenoszférában lévő magma áramlás biztosítja a kőzetlemezek mozgását. Na most, a kőzetlemezek mozgásának három különböző típusa. A kőzetlemezek közeledése, távolodása és elcsúszása különböző módon valósulhat meg. Történhet ez két szárazföldi lemezzel, és természetesen történhet ez óceáni és szárazföldi lemez kapcsán, valamint két óceáni lemezzel. Óceáni lemeznél most az egyik természetesen a pacifikus lemez, a másik pedig egy kisebb óceáni lemez lesz. Vizsgálat, illetve a gyakorlat során megpróbáljuk megfigyelni, hogy milyen felszínformák alakulhatnak ki. Vegyük példaként a két szárazföldi lemez távolodását. Lehet ez az egyik a dél-amerikai kőzetlemezünk, illetve az afrikai kőzetlemez. A kőzetlemezeket körülbelül 1 cm távolságban egymástól elhelyezzük, majd pedig mi fogjuk a Föld belsejében lévő hatalmas erőket képviselni, és ujjaink segítségével távolodnak egymástól a kőzetlemezek. A kőzetlemez távolodásának éves mértéke eltérő. Jelen esetben most itt megfigyelhető, hogy a két
szárazföldi kőzetlemez között kialakult egy hasadékvölgy. Az aszenoszférából felfelé áramló magma a két távolodó kőzetlemez oldalaihoz szilárdul, és természetesen itt a hasadékvölgy mentén egy óceán közepi hátság alakul ki. Az óceán közepi hátságot óceánok, tengerek vizet töltheti ki. Hasonló figyelhető meg, vagy volt megfigyelhető, akkor, amikor a Vörös-tenger kialakult, és az arab, illetve az afrikai lemez egymástól eltávolodott. Következő feladat, megpróbálunk két egymáshoz közeledő kőzetlemezt megvizsgálni. A kőzetlemezekhez most ugyanezt a kőzetlemezt használjuk, de természetesen, ha lehetőségünk van rá, akkor újabb kőzetlemezt is elővehetünk. Egy kicsit helyreállítjuk az asztenoszféra állapotát, és most két egymáshoz közeledő kőzetlemez kapcsán figyeljük meg, hogy milyen változás történik. Legyen most a változatosság kedvéért egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez. Abban az esetben, hogyha egymáshoz közelítjük mi, mert természetesen mi a mélyben lezajló erőket képviseljük, az óceáni és a szárazföldi kőzetlemez, akkor az óceáni kőzetlemez a szárazföldi lemez alá bukik, mélytengeri árok alakul ki. Nézzük meg ennek a ábráját is. Tehát az óceáni kéreg, a szárazföldi kéreg alábukott, óceáni kéreg kőzetanyaga beleolvad az asztenoszférába, és hegységképződés, valamint vulkanikus tevékenység kísérte ezt a jelenséget. Az alábukás zónájában mélytengeri árok alakul ki. Természetesen a füzetünkben erre is több példát találhatunk. És a harmadik variáció, amikor két szárazföldi kőzetlemez közeledik egymáshoz, majd pedig ütközés során nézzük meg, hogy mit tapasztalható. Egy pillanatra vízbe áztattam, vízbe tettem a két snack kekszünket, hogy még látványosabb legyen a kísérletünk. Két egymáshoz közeledő kőzetlemezünk nagy erők hatására a közöttük lévő üledékgyűjtőben felhalmozott törmeléket magasba emelik, és természetesen itt intenzív vulkanizmus, illetve hegységképződés figyelhető meg. A törmelékanyag, a kőzetanyag a két egymásnak feszülő erő hatására is a magasba emelkedik. Tipikus példa akár a Himalája hegység rendszerének kialakulása. Természetesen folytathatnánk még a sort a kőzetlemezek elmozdulásával, elcsúszásával. Ebben az esetben, amikor a kőzetlemezek elcsúsznak egymás mellett, akkor a legfontosabb különbség az eddigiekhez képest, hogy nem egy szép szakaszos, vagy nem egy szép egyenletes elcsúszás figyelhető meg, hanem egy kiszámíthatatlan, hirtelen erővel történő elcsúszás eredményez akár nagyon intenzív, nagyon heves földrengéseket is. Ezt most nem mutatnám be, de hasonló módon elvégezhető, az asztenoszféra rétegre lehelyezve a két kőzetlemez hirtelen mozdulatokkal letörnek, míg ebből a snack darabból is kisebb-nagyobb darabok, hasonló módon ugye a kőzetlemezek egymásnak feszülése is földrengéseket idézhet elő. Erre is jó példát találhatunk földrajzatlaszunkban, földgömbünkön. Ilyen például Észak-Amerikában megfigyelhető a kaliforniai területeknél. Kőzetlemezek mozgásának szemléltetését nagyon egyszerű módon megmutathatjuk, és én azt gondolom, hogy közelebb viszi a gyerekeket ahhoz, hogy megértsék a kőzetlemezek
mozgását, illetve ezeknek hatását, a földrengések kialakulását, a vulkanizmust, illetve a hegységképződést. Ezen az ábrán nagyon szépen összefoglalhatjuk az előbb tanultakat. Tehát két óceáni lemez, akár közeledése során, ugye árok hasadik völgy alakul ki, illetve létrejöhetnek szigeti vulkanikus vidékek, területek, szétnyíló lemezszegélyeknél. Hasadék föld, illetve szárazföld és óceáni kőzetlemez találkozásánál árok alakul ki. Azt is megfigyelhetjük, hogy földünk legaktívabb vidékei, mint ahogy ezen az ábrán is nagyon szépen kirajzolódik, a kőzetlemezek határához kapcsolható. Tehát a földrengések kipattanásának pontjai nagyon szépen megfigyelhetőek a lemez határa.